Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon ma, szeptember 9-én. Méghozzá egy kártya kirakással, a Lenormand kártyákkal, Chiro Marchetti. Mit érez, mit gondol a lélektársad ma, és mi a legközelebb meglehető következő lépése? Mielőtt persze a kártyákat keverni fogom, megkérlek, hogy hunyd be a szemedet, és küldd el gondolatban, ami most neked fontos, hogy szeretni tudnál. Hogy tudni szeretnél. Remélem jól ellazultál, mint ahogy látod most ebben a másik helységemben készítek egy videót, mivel már szintén terminem volt, vagy időpontom volt is, tényleg nem, hogy egy kis időt megsporoljak, vagy megvigyázzak önmagamnak. Remélem tetszik neked ez a helység itten. Itt készítem veled a videót. Na most koncentrálj, légy szíves a lélektársadra, hogy mit gondol, ha rád gondol. 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 És mi az érzelmei, hogy mik az érzelmeik irántad ma? Nézzük, mit érez iránta a szívébe, irántad is, mi a meglehető következő lépése irányodba. Hát egy nagyon gyorsan fog ez az egész alakulni. Úgy látom, hogy egy nagyon nagy változás van itten, egy nagy változás előtt. És mint ahogy látod, hogyha te rád gondol, szeretné tényleg, hogy ez ilyen stabil helyzetbe jöjjön, hogy igen, hogy ez tényleg, hogy ez sikerüljön, hogy ez valami pozitív irányba fejlődjön közöttetek is. Arra gondol, hogy neki még tényleg bátorságra és erőre van szüksége, hogy ez fölépítse irányodba. Valamint módon itt egy kígyó. A kígyó az nálam mindig egy másik női szemét szimbolizál, vagy mutat. Most lehet, hogy van még egy volt feleség, vagy van neki még valaki az oldalán, de ez mondjuk az anyját is szimbolizálhatja a lányát, a gyerekét, vagy pedig testvérét valami módon. De úgy látom, hogy ez a kígyó lefelé áll, az azt is jelentheti, hogy gondol arra, hogy elengedi, vagy szeretné ezt az oldalát, ezt a másik oldalát fejleszteni, de itt van még ez a kígyó. No, ilyen gondolatok vannak nála valami téren, de nagyon gyors változások fognak bejönni. Szóval a mai napon is valami lehet, hogy történik, mert a szívében tényleg szerelmet érez irántad, és szeretné úgy szívből szívbe irántad haladni, vagy kinyílni, és egy ilyen mély belső bölcsesség van benne, ami azt mondja neki, a mély tudat, azt mondja neki, hogy igen, ez jól érzed, ez egy szeretet, és ez egy olyan mély szeretet, ez egy szerelem, hogy változtass irányt, nyisd ki a szívedet, lépjél a lélektársad irányába, építs egy hidat, érzelmi hidat valami módon. Mint ahogy látod, hogy alakul tovább itt a szerencse,
A fejénál a szerencse, ez mélyebbre fog ez az egész menni, mint ahogy látod, itt az új kezdet szintén közöttetek itt az új kezdet. Most szeretnék még kártyát húzni, persze hozzá, itt az új kezdet. Valami fog jönni a mai napon, vagy történik nála valami, felismerések, te egy nagy erőt adsz neki, valami módon ezt a nagy szeretetet a szívébe érzi irántad, itt a szerencse, habár még nem olyan 100%-os, de mégis ez mélyebbre fog menni, és itt az új kezdet szintén is, mint ahogy láttad, a kígyó lefelé áll. Nézzük csak, hogy milyen kártyát fog kapni még kíséretként a mai napra a lélektársad. És nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan tényleg nézitek a csatornámat, nagyon köszönöm. Nézd csak, a Dein Potenzial, lebe deine Träume, az azt jelenti, hogy neki a potenciálja, ami benne van, az egész lehetőség, ami benne van, hogy azt élje ki veled, ezt kapja, hogy ezt élni tudná veled. A potenciál, azt nem tudom, most magyarul nem jut eszembe. Németül már készítettem egy pár videót, és kérlek, legyetek megértőek, hogy magyarul nem tudok fogadni tanácsadást, mert nem is csak a nyelvi. Én itt Németországban élek, és itt dolgozom, itt a praxis, és nem tudok más árat se nektek kínálni, szóval német árszám szerint, hogyha most Németországban laksz, és azt mondod, hogy igen, én szeretnék a Valériával egy magyarul egy tanácsadást szívesen, de a német ár szerint, mert hát persze itt élek, ezt én nem tudom most, ez nem hobbi, hanem nekem ez munka. És hogy remélem, hogy ilyen módon is segítek akinek nem tudok segíteni, sajnálom, és kívánom neked, hogy megtaláld azt az embert, aki tovább visz, azt az embert, aki neked segít. Kérünk most a lélektársnak még egy üzenetet ebből a hetedik felhő réka kártyákból, igen. És az jött ki, hogy zuversicht, az, hogy tényleg, hogy biztos az ember benne, hogy nagyon biztos benne, ami történik, hogy minden, ami az életébe jön, az angyalok azt mondják, hogy legyél biztonságba, és légy tele örömmel, higgyél a jóba, és legyél biztonságban, ami olyan pozitív érzést ad neki, és higgyél, hogy minden pozitív irányba fog alakulni, mert úgy fog fordulni a helyzet. Valami módon kérünk neki egy üzenetet, a tündérek nyitják a szívedet, egyet neki. Mi az üzenet? Az üzenet: Wenn dein Herz friert, weine ich. Lass dich wärmen von meinen innerwärmenden Sonnenstrahlen. Ha a te szíved fázik, vagy reszket, akkor sírok. Engedd, hogy a melegség, engedd, hogy felmelegítsen tégedet a bennem lakozó napsugarak irántad. Hát ez nagyon jó. Szóval, hogy azt üzeni ez a kártya neki, hogy engedje meg ezt a melegséget, lehet, amit te kisugárzó iránta, hogy ez a lelkébe, a szívébe melegséget kibontson őnála. Remélem, ez tetszett neked, rezonáltál vele, el tudtad fogadni. Ha így volt, örülök, ha lájkoltok, és nagyon örülök, hogyha legközelebb szintén velem tartotok. Iratkozzatok fel a csatornába. Sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Sziasztok, Valéria!